Csánépek. Holák mentes szelleget kívánok. Hoztam egy csatát a Tigris 1-el, a német 7-es Heavy-vel. Szerintem senki nem kell bemutatni. Ez egy számomra értékelhető csata, sőt nagyon az lesz, a többinek meg kevésbé. Majd elmondom a csatokban a véleményemet is. Na, hát én olyan tíres vagyok Tier 9-es cuccban. Jönnek az átvonuló ellenséges hevik, ez már az 1.0-as percben van a szép volt, a buffolt tigrisek penye után. Na, egy lövés mindjárt is bírtam engedni. Ezt se tudom, ezt a faszopó polák szart, hogy lőttem be ezt a C5-3-as szart. Mint csuda szart, ez lesz ezentől a nevük. Na, 9-es tigrisről mondtam, kettő köcsög van a csatába. Eléggé hosszúra fog nyúlni ez a csata, a lényeg az, hogy minket megkúrnak erőteljesen, de én leszek a csapat utolsó túlélője. 45 TP-s felsejlett, egyet tudtam neki adni. És nyomunk speed boostot, mert egyelőre semmitben nem tudok semmit sem innen kezdeni, és nem vagyok teljesen agyhalott, hogy előre menjek plusz 2-es tírbe egy papír tigrissel, hiába buffolták meg a sebzésünket, az nem jelenti azt, hogy több lett a páncélunk. Úgyhogy kettő meg amúgy is én ezt a support heavy-nek tartom. Majd ha lőhetem az ötöseket normális csapattal, akkor előre megyek, de addig ez egy sniper heavy, ugyanúgy mint a Tigris 2. Aki egyetért velem, az oké, ha nem, nekem az is oké, úgyis úgy fogok játszani, hogy ilyen akarok. Na, akkor eddig lőttünk már keményen hármat. Eddig nem tűnik olyan szarnak a helyzet. Tartják magukat a topposok, a top tíresek. Sajnos a Standard Bélára nem látok rá, Alpine Tigris nem nyert hangszórót. Volt egy challengerünk, mert ő 7-es mi a picsával, TD-vel neki nyilván elő kell kódolni Tier 9-be, sokat segít. Hát nem, Alpine Tigris nem játszik, Super Stetket nem játszik, már nem is kell neki játszani, a klikkel kibaszta a gecibe, nagyon jó, 2-2, minimális HP-on vezetnek, és én szépen elkempelek itt, mint a nagyok. Mert én így éreztem jól magamat ebbe a csatába. Hát, geciség nem geciség, de nem is nagyon érdekel mások véleménye, mert pont lesz arom, hogy mit kéne csinálni, hogy mit lehetne csinálni. Eljárt, kiszpotolta az E75-ösnek a valamelyik trackje, vagy a hasa. M103-asunk talán sem nagyon tudja mégis tulajdonképpen merre van arccal előre, hogy ked van vagy köd van. No, de se baj, ezek a top tíresek. Na, akkor nyomok még egy kis speed boostot. Hát igen, ott volt a Standard Béla, de hát lemaradtam róla. Megvan a Steyr VT. Még nincsen meg teljesen, de majd kap egy lövést a srác. Így van, jön is kifele. 288, nagyon-nagyon dobott. Hát nem, nagyon dobott. Hát nagyon-nagyon dobott az a 240-es cucchoz képest. Úgyhogy meg is vagyok néha most még lepődve, hogy mégis milyen jókat tud dobni ez a gán. Aztán elfelejteni 280. Bocs. Na, nyomok speed boostot. Ellenséges T-44, hát az E-75 TS-ünk az lassan el fog vérezni ott, mint a bajnokok. Lemaradtam a T-44 seggéről. Alpesti Tigris, 45 TP, van itt minden. 1169 damage-nál járok. És még mindig speed boostolok. Mert egyszerűen nem tudok mit csinálni, meg egyébként is akarok. Majd el fogok szakadni a Capture környékéről én is, csak még idő kell hozzá. És lassan neki is állok majd a damázsokat osztogatni. 5-5, eddig semmi nem tűnik semmi olyan hüde szarnak attól függetlenül, hogy aljatírva vagyunk. Igen, és most én is megindultam valami jobb pozi felvétel iránt. Már csak az is már centi megy előre a top tíres medünk. Akkor én meg próbálok meg egy kis fedező tüzet nyújtani. Hát a 45 TP-ről lemaradok, ő visszafutott a bázisra. Megvan a Csocsi 43 vagy Csali 43, hát itt nem fogok vele szórakozni, mert valahol mellé lövök. Vagy el sem találom. Hát nem találom el. De aztán most egyet be tudok lőni a fejébe valahogyan. Azt hittem, hogy ennek a szar polár genyóknak jobb a tornyuk. Megvan az E-75-ös, elrontottam, direkt nem lassítottam, mert nem nagyon volt értelme. Próbálok segíteni a TS-ünknek. Sajnos ennyit tudtam segíteni neki. Ajaj, igen, tudom. Nagy a bajusz, mindjárt is kezd majd a klikkert szedegetni, meg egyéb ilyen kis marhaságok. Centinket is mindjárt feldolgozzák ott, igen. A klikker is lassan már rám lesz buzulva.
Én azt hittem, hogy van ott valaki, például a Suszász 2244, a Suszász M1-re is tippeltem, de látom, hogy nem ott van. Megvan az E75-ös, aztán ezt a lövést ismét el sikerül rontanom bele, hogy elrontom. Hát elrontom, csak egy trekket tudtam neki adni. Hát, hogy még kellett volna adnom neki egyet, adok is talán egy lövést. Hát igen, az mellé ment. Probléma, igen, már az Alpes Divit is ennyien baszogat, akar baszogatni, meg nyilvánvalóan a hülye klikker is. T44 fenn van a dombon, azt hiszem ez egy bőségesen elbaszott lövés lesz, ha engem kérdeztek, úgy emlékszem. Ja. Még el sem tudom találni. De se baj, 1734 damage-nál járok. Ja, igen, mert a Suszász M1 itt van elől, és instant ki tud engem spotolni, hát mondjuk nem nehéz a Tibist kispotolni valójában. Itt van ismét ez a faszkalap T44, azt hiszem, annak most tudok adni a lövést. Gyorsan kis pattintottam a srácot. Lehet, hogy akarok majd itt ásassantani. Kevés sikerrel természetesen. Betöltöttem a Goldoldra ezt kevés. Váz. Megvan a 45 TP, meg hál' Istennek jön a Suszász M1. Már a Goldal küldöm, mert kénytelen vagyok, úgyis mindenkit megkefélnek. Nagyszerű. Hát ez elég alacsony volt, hogy őszinte legyek. A 280-as alfához képest. Megvan a Ruszki TD. Ezt még valami pofán tudom azt hiszem durrantani, hogy ő is van. 272 zsilett. Most mindjárt jön a kivégző osztag. Hát ezt elbaszom. Mind a szart. Ez gáz. Na, kiskocsom, nem jössz ki, nem jön kívül. Na, nincsen meg a gándet, ami kellene a feladathoz. És azt hiszem mindjárt picsán is fog lőni majd a 222-44, így is van. Na, gondoltam, hogy lepottanak az aljáról, nyilván. És azt hiszem mindjárt meg is fognak kefélni, de szerintem még ezt pont ki tudom dobni, így is van, nagyon jó. Kettő kínen jár a 2768 damage. És azt hiszem, hogy valaki pofán fog lőni azt a 45 TP-ről, emlékszem, így előbukkan. Ja, így is van. Ez szépen elintézett ez a kis szardarab. Na, de attól függetlenül kis parádés kis balhé volt. Csá népek!